Sziasztok! Nem tetszik a rendszer egy csomó dolog miatt. Például a kormány gőgössége miatt, ahogy kommunikál az emberekkel. Nem tetszik az, hogy az együttműködésről beszél, és közben például nem áll szóba a szakszervezetekkel. Nem tetszik a rendszer, hogy munkahelyeket akar teremteni, és például a közszférából 30 ezeret. Például mindenféle médiából kirúgtak legalább 600 ember. Beszél például, én most cigányként szólok hozzá, beszél arról, hogy a cigányságnak is ki kell venni a részét a magyar társadalom mindenféle életéből. Igen, ki kéne venni, ha magyarként kezelnének minket is, megfelelő állampolgárként kezelnének minket. Például a kiút programmal szóba se állnak, ahol cigányokat segítenének vállalkozásokhoz jutni, akik akarnak is és tenni akarnak is, és higgyétek el, ebből van nagyon, de nagyon-nagyon sok. Sokkal több, mint aki kriminalizálódik, mert tudjuk azt nagyon jól, hogy a szegény ember az kriminalizálódik. Brazíliától, Szibérián keresztül, Ausztráliáig, mindenhol így van. És egy csomó-csomó dolog nem tetszik, az adórendszerről nem beszélve, magánnyugdíj pénztárból, kivett pénzből nem beszélve, és egy csomó dologról nem beszélve. De aki akar valamit tenni Magyarországért, tegyen most. Ha nem tetszik a rendszer, változtass. Így vagy úgy, de tegyél érte. Én is ezt teszem.